Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Lampi Ágnes vagyok, kezdődik a púcs. Hát még javában zajlanak a kampánnyal kapcsolatos értékelések. Egyelőre elég sok a bizonytalanság azzal kapcsolatban, például, hogy mi lesz még a vége a főpolgármesteri kampánynak, illetve hát annak, hogy végül is ki lesz Budapest főpolgármestere. Meg az is kérdés, hogyan alakul az EP összetétele, ha a Fidesz mondjuk végül egyik pártcsaládhoz sem tud kapcsolódni, mert úgy tűnik, hogy Meló kikosarazta Orbán Viktor, szóval elég sok a bizonytalanság még. A műsorban erről is terveztünk egyébként beszélni, de azzal fogjuk kezdeni, hogy a fiatalok, a nagyon fiatalok, az Z-generációról beszélünk, hogyan fogyasztják a médiát, hogyan jutnak hírekhez, mennyire vannak elveszve mondjuk az álhírek világában, és ennyire, egyáltalán mennyire vannak képben például a közéleti eseményekkel, akár mondjuk egy ilyen kampánnyal kapcsolatban. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, ezzel kezdjük az adást Gulda Ádám médiakutatóval, kommunikációs szakemberrel. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket. Elég sok interjút megnéztem, amit adott ezzel kapcsolatban, és az egyik fő üzenete tulajdonképpen az volt, hogy mennyire megváltozott a fiataloknak a média használata. Ez szinte már evidencia, tehát nem is mennék már bele ezekbe a részletekbe, mert ezt tényleg nagyon sokan sokféleképpen elmondták. Az egyik érdekes kijelentés az volt, hogy mennyire nem írnak és nem olvasnak a fiatalok. Már hogy az igaz, hogy olvasnak, de ugye nagyon rövid, egészen elképesztő rövidségű azok a szövegek, ahogy ők kommunikálnak. És ehhez képest ez az egyik tendencia. A másik pedig, hogy nagyon sok esemény van, ami nem csak közéletpolitika, de minden egyéb, amit fel kell, hogy dolgozzanak. És például a Klubrádióban arról beszélt, hogy volt több olyan esemény most, itt főleg a háborúra, akár választási kampányra gondolva, hogy mély nyomot hagy majd bennük ez az egész történet. Na most ez a kettő, ha innen indulunk ki, tehát az, hogy nagyon röviden kommunikálnak, és nem egymással, meg hogy egyébként a világban ilyen változások vannak. Ennek milyen következménye lesz, akár mondjuk a fiatalok média használata szempontjából, meg azt, hogy hogyan kommunikál, hogyan fogják fel azt, hogy mi zajlik körülöttük? Nagyon komplex kérdés. Én azt gondolom, hogy ezt talán abból a szempontból érdemes megragadni, hogy a médiába vetett bizalom hogyan alakul át ennél a generációnál. Alapvetően az elmúlt 15-20 évben a teljes társadalomban látunk egy bizalomvesztést a média megbízhatósága kapcsán. Ez a fajta szkeptikus hozzáállás, ez talán a fiatalok esetében a legerősebb. Nyilván ennek oka az, hogy ők valóban a digitális térben nőttek fel, ugye itt megneveztük az Z-generációt, itt talán azért érdemes elmondani, hogy a 95 után született fiatalokról beszélünk, ők valóban a digitális média hálózati kommunikáció világában kezdték meg az életüket, nekik ez teljesen természetes. Ugye ez kezdetektől fogva egy olyan felület volt, ahol nagyon sokféle forrásban, nagyon sokféle minőségű tartalom volt elérhető, tehát ők kezdetektől fogva szembesültek azzal, hogy igazából a hírek valóságértékének a megítélése az szinte a saját feladatuk. Hiszen és azok el tudják ezt dönteni, hogy melyik hír igaz, melyik nagyon igaz? Nehéz erről így egységként, mint Z-generációként és tapasztalatról beszélni, akár itt is érdemes ezt leszögeznünk, hogy egyik generáció sem egységes, tehát minden generáción belül látunk olyan életstílus csoportokat, olyan különálló szegmenseket, melyek így a fogyasztási szokásaikat tekintve elkülönülnek más csoportoktól, generáción belül is. Természetesen ezek a különálló csoportok az Z-generáción belül is megjelennek. Ugye az előbb is utaltunk erre, az egyébként sokszor hangoztatott, kicsit talán túlságosan is leegyszerűsített kijelentésre, hogy ez a korosztály már nem olvas és nem ír. Ezt is helyén kell tudnunk kezelni, az Z-generációnak is természetesen. Akik többet, kevesebbet, csak az általános tendenciákra utalva. Így van, általános tendenciákat tekintve ez igaz, de itt is érdemes azt megjegyezni, hogy ezt a generációs tapasztalatot azért például a kulturális beágyazottság, vagy a gazdasági háttér azért erőteljesen keresztbe metszi. Tehát például ma is középfelső, középosztálybeli fiatalok, akik stabil kulturális tőkével, háttérrel rendelkeznek, jó anyagi körülmények között élnek, sokkal nagyobb százalékban hajlandóak arra egyébként, hogy hírmédiát fogyasszanak például, és akár szeriós tartalmaknak is utána nézzenek. Akkor kezdjünk már egy konkrétummal, mert itt ön is sokszor említette a háborúnak a hatásait, mert ez tényleg ömlik mindenkire, rájuk is. A fiatalokra,
a más korosztályra is. És ugye itt arról volt szó, hogy a háború a média szempontjából azért érdekes, mert ahogy itt fogalmazott, még soha nem volt ennyire mediatizált egy háború, és hogy ugye készített erről is egy kutatás, és hogy az a lényeg persze, hogy ön is mondta, hogy hogyan interpretálják, vagy hogyan jelenítik meg ezeket az eseményeket. Tehát magyarán a híreket hogyan fogyasztják, bár ez tulajdonképpen mindenkire jellemző lehet, de a fiatalok esetében talán tényleg az, hogy ömlik rájuk. Egyfelől és más csatornán, és mint más ahogy azt egyébként korábbi generációk esetében látjuk. Ugye utalt erre a háborús kutatásra, ez éppen az ukrán-orosz háború kitörésének gyakorlatilag másnapján elindult ez a vizsgálat. Z generációs fiatalokkal dolgoztunk nemzetközi környezetben, és az volt a fő kérdésünk, hogy ők hogyan jutnak hozzá ezekhez a tartalmakhoz, milyen csatornákon keresztül, hogyan fogyasztják, és ennek milyen hatása van. És az egyik ilyen nagyon egyértelmű tanulság ennek a vizsgálatnak az az volt, hogy ők gyakorlatilag azonnali bekötéssel rendelkeztek a folyamatokba. És ennek, képben vannak? Én most arról az időszakról beszélnék először, amikor ez elindult. Ugye azok az influencerek, orosz-ukrán influencerek, akik z-generációs tartalomgyártóként foglalkoztak valamilyen más tematikával, abban a pillanatban, hogy a háború kitört, elkezdték ezt a témát is feldolgozni, és ennek következményeként ez a hírtartalom azonnal szétszaladt tulajdonképpen a globális online közösségi médiában, és így a fiatalok tömkelegei szembesültek azzal, hogy ugyanolyan életkorban lévő, nagyon hasonló élethelyzetben, életszakaszban lévő fiatalok éppen azt élik át, hogy a hazájukban háború dúl. Elképesztő nagy intenzitású emóciók működtek a háttérben, azt lehetett látni, hogy heteken keresztül egy nagyon magas, nagyon intenzív hírfogyasztás jellemezte a fiatalokat is. Ennek alapvetően a motivációja egyfajta aggodalom, egyfajta pánik, félelem is volt, de aztán, mint minden ilyen folyamatnak, ennek is volt egy kifáradása, tehát azt lehetett látni, hogy egy 3-4-7 után túltelítődtek ezekkel a tartalmakkal, mutatkoztak a fáradásnak az első jelei, ez egy érzelmi, lelki típusú fáradás és kiégés is volt, és attól fogva pedig sokkal inkább egyfajta eszképista attitűd jelent meg a médiafogyasztásban is, ami azt jelenti, hogy inkább a realitás, inkább a valóságtól való elfordulás, és olyan tartalmak felé fordulás, amelyek csak pusztán kikapcsolódással, pusztán a valóságtól. De ez az attitűd, ez mennyiben más, mint mondjuk más generációnak a médiafogyasztása, akár a háborúval kapcsolatban, mert ezeket, amiket ön említett, tulajdonképpen más korosztályoknál is meg lehet ugyanúgy figyelni. Egy darabig nyilván mindenki azt nézte, hogy mi történik a háborúban. Hát percről percre figyeltük az eseményeket, és hát az is érezhető volt, hogy pár hét után azért lankadt a figyelem. Na most ez azért volt egy nagyon izgalmas kutatás, mert generációs palettát végignéztük, ki mit csinál, milyen felületen, hogyan fogyaszt. És ebben megint nyilván médiában jártas embereknek ez nem megdöbbentő, és nem egy óriási novum, de hogy ha most a generációktól eltekintek, és életszakaszonként idősek, középkorúak és fiatalokra osztjuk fel a népességet, akkor nagyon egyértelműen látszott, hogy az idősek, bár ott vannak a digitális médiában, de egy ilyen krízis helyzetben, mint a háború, a tömegmédiához fordulnak, hiszen ők változatlanul azt tartják magyar a legstabilabb, legmegbízhatóbb hírforrásnak, alapvetően televízió és a rádió másodszorban, ott a legidősebbeknél van annak különösen nagy jelentősége. A középkorosztály, a mostani XY generáció környéke, ők nagyjából egyensúlyban voltak a mainstream tömegmédia és az online tartalmak között, tehát ők próbálták mind a két csatornán keresztül ezeket a folyamatokat lekövetni, és a fiatalokra volt leginkább az jellemző, hogy ők gyakorlatilag csak az online médiából értesültek ezekről az eseményekről, ott is elsősorban nem mainstream hivatalos platformokon keresték a tartalmakat, hanem közösségi média felületek megosztásában, illetve influencerek közvetítésével. Na de akkor a kérdés jogos, hogy mennyire vannak képbe, vagy mennyire ismerhették meg valójában a valóságot, mert ez igazából másoknál is igaz lehet, mert hogy rengeteg álhír és dezinformáció van. Tehát nem tudom, hogy ez mennyiben ez volt ez annyiban más, hogy ezeken a csatornákon keresztül, amiket ők követnek, azokon alapvetően egy szubjektív nézőpont az, ami nagyon hangsúlyos. Tehát míg a hagyományos tömegmediális hírkörnyezetben mindig egy szakértő interpretációján keresztül, egy professzionálisan megszerkesztett, egy műfajilag meghatározott csomagba csomagolt tartalmat
tartalom érhető el ezeken a csatornákon keresztül, amire egyébként a fiatalok minden szempontból a legnyitottabbak, csak most a háborúról beszélünk és politikáról, de nekik teljesen mindegy, hogy melyik tematikát választjuk. Ez a logika, ez a kulturális logika, ez minden esetben ugyanúgy működik, hogy ők a szubjektív nézőpontot, az egyéni élményeket, az egyénnek a tapasztalatát és a megélését keresik ezekben a tartalmakban, és leginkább azt, hogy egy kortárs véleményvezér vagy egy kortárs kommunikátor adja át nekik azokat a tartalmakat, ami egyébként őket is adott esetben érdekli. A mostani például kampány, vagy akár a Magyar Péter körüli események, mert úgy ugye nagyon sok kutatóintézet kimutatta azt, hogy nagyon sok fiatalabb vagy fiatalabb generáció képviselője figyelt akár föl rá, vagy szavazott is rá, ha már mondjuk abba a korosztályba esett, de hogy mindenképpen picit aktívabbak lettek, vagy lehettek a fiatalok. Ezt minek köszönjük? Hát ez egy borzasztó izgalmas változás, egy nagyon izgalmas kérdés, már csak azért is, mert az Z-generációval kapcsolatban ugye nagyjából 10-12 éve foglalkozunk ezzel a korcsoporttal behatóban. Eleinte volt egy olyan, mondhatnám azt, hogy egy nemzetközi megállapodás, vagy tulajdonképpen egy elképzelés, hogy ez egy második csendes generáció lesz, mert nem nagyon mutatott aktivitást. Ugye sokszor beszéltünk arról korábbi években is, hogy a fiatalok mintha nem érdeklődnének a politika iránt, mintha nem hatná meg őket annyira a közélet, hogyha ilyen komolyabb tartalmakkal. Erről beszéltek a szakemnek, hogy teljes apátiában abszolút, van, igen, abszolút nem érdekli van. Őket, hogy mi és történik körülöttük. Éppen a pandémia időszaka volt az, ahol először kezdtek annak a körvonalai látszani, hogy ez a generáció kezdi megtalálni a saját hangját. Ugye a magyar média trendek, magyar média kultúrának az alakulása trendkövető jellegű. Ez alatt azt értem, hogy jellemzően a nyugati irányzatok, áramlatok egy másfél éves átfutással jelennek meg Magyarországon is, és nagyjából itt is valami hasonló történetet látunk. Ezek a folyamatok, társadalmi, kultúra és politikai mozgalmak, amik az Z-generációt megérintették, ezek elsősorban először az Egyesült Államokban bukkantak fel, egyébként éppen a pandémia környékén. Lehet említeni egyébként a feketék jogaiért kiálló Black Lives Matter mozgalmat, a Fridays for Future, ami ugye egy klímaaktivistához kötődő kampány volt, vagy a Biden for President kampánytól abszolút Z-generációsok álltak be az elnökválasztás idején a jelölt mögé, és nagyon meghatározó csatornákon, nagyon meghatározó influencereken keresztül kezdték tulajdonképpen ezeket a tartalmakat feldolgozni, és ezzel párhuzamosan pedig az is egyértelműen látszott, hogy ezekre az üzenetekre a közönségben, az Z-generációs fiatalok között is van egy nyitottság, akik rácsatlakoznak ezekre a témákra. És azt hiszem, hogy az elmúlt egy, másfél vagy két év tapasztalatai alapján már nem mondhatjuk arra a generációra, vagy erre az Z-generációra azt, hogy ez egy csendes generáció, hiszen egyre határozottabban és egyre nyilvánvalóbban fejezi ki a véleményét különböző témák kapcsán. Akkor nézzük már másik oldalról ezt a helyzetet, hogy mondjuk a politika vagy a közélet hogyan figyel, vagy nem figyel erre a generációra. Pont ezért érdekes, hogy mennyire változik, vagy nem változik. Egyébként nagyon érdekes, mert pont most a kampányban éppen itt szólt róla korábban is, hogy a Karácsony Gergelynek volt egy nagyon érdekes helyzet, amit ő el is mesélt, mert neki van egy ilyen TikTok oldala, és ott fiatalok kérdéseire szokott válaszolni. És felvetődött egyszer egy villamosjárat kapcsán, hogy ez miért nem megy innen oda vagy onnan ide, és úgy szólította meg az egyik fiatal, hogy apu, miért nem megy a villamos innen vagy oda vagy onnan nagyamoda. És tulajdonképpen ebből kialakult egy ilyen helyzet, egy ilyen szójáték, ugye ezzel kapcsolatban meg is jelentek egyébként ezzel kapcsolatban mindenféle mémek és történetek, amit egyébként Karácsony egy használ is, vagy használt is a kampányában, és egyszer az egyik TikTok videójában el is magyarázta, hogy miért lenne fontos az, hogy mondjuk a politika odafigyeljen a fiatalokra. Nézzük meg, hogy mit mondott. Jó, kíváncsi vagyok, hogy ezzel kapcsolatban ezt mit látja, vagy hogy látja. Ha azt a kérdést teszem fel, hogy én miért politizálok, akkor a jövő generációkkal kapcsolatos elkötelezettségem miatt. És az, hogy van egy generáció, aki egy nagyon bizonytalan korban nő föl, hiszen ne felejtsük el, hogy Covid-járvány, háborúk, bizonytalanság, óriási információs nyomás ugye a különböző kütyükön keresztül, szóval egy nagyon-nagyon bizonytalan világban vannak fiatalok, akik bennem látnak valamilyen kapaszkodási pontot, közéleti értelemben, és ezt ezzel az apuzással lehet kifejezni, ez tulajdonképpen egy nagyon megtisztelő dolog, és miközben lehet ezen poénkodni, meg én szoktam is, meg alapvetően elviccelni szeretném, azért emögött látok egy olyan felelősséget magamnak,
ami arról szól, hogy nem lehet elveszni, hagyni ezt a generációt. Na hát erről beszélgettünk itt tulajdonképpen csak a másik olvasatban, hogy az egyik politikusnak, a Karácsony Gergely olvasatában. Ezt mennyire látja akkor innen nézve ezt a történetet igaznak, hogy mondjuk másik oldalról is oda kéne figyelni erre a generációra? Amiért nekem ez a szituáció nagyon izgalmas, az az, hogy ebben valahol visszaigazolva látom azt, hogy az E-generáció számára az számít szimpatikus közszereplőnek, aki képes velük egy horizontális kommunikációs szituációt kialakítani. Magyarul? Magyarul ez azt jelenti, hogy partnerként beszél velük. Az E-generáció kommunikációs szempontból azt reagálja le a legrosszabbul, hogyha valaki felülről lefelé elkezd velük beszélni. Tehát azokat a fajta hierarchikus struktúrákat, amelyek nagyon mereven kijelölnek egy felső pozíciót, és ahhoz képest vannak alárendelt pozíciók, és valaki ebből a felső pozícióból kezd el lefelé beszélni, és a hatalmát vagy a befolyását nagyon explicit módon kifejezni, arra általában bezárkódnak teljesen, és legtöbb esetben ezeket a szituációkat próbálják el is hagyni. Nagyon sokszor használjuk velük kapcsolatban a ghostingolás jelenségét, aminek egyébként nagyrészt ez a háttere. Tehát, hogy amikor egy nagyon agresszív, nagyon domináns kommunikációval találkoznak, akkor ők azokból a szituációból kilépnek, és inkább lezárják ezeket a helyzeteket. Én azt gondolom, hogy ez a fajta szójáték, hogy apu, ugye ez is egy ilyen közvetlenséget, egyfajta megközelíthetőséget, egy partneri, bensőséges viszonyt tükröz. Ebben az értelemben azt hiszem, hogy ez egyébként kommunikációs szempontból teljesen jól használható, és erre valóban lehet akár további megoldásokat is felfűzni. Ellentétben tudnám állítani azzal egyébként, hogy ez a generáció, akiket nem tart relevánsnak, akiket valamilyen szempontból archaikusnak, régmúltba veszőnek tart, azokat meg boomerezik. Tehát, hogyha az aput a boomer mellé oda teszem, akkor azt mondom, hogy az apu az még mindig egy nagyon pozitív, meg elismerő megszólítás. És hogy látja egyébként, hogy a politika vagy a közélet mennyire figyel oda? Ezekre az igényekre például, amit itt az előbb említett, hogy tulajdonképpen nem partnerként kezelje ezt a generációt, ezt mire látja ma Magyarországon működőképesnek? Most akár Karácsony Gergely részéről, de általánosabb is beszélhetünk róla, mert ez is egy olyan kommunikációs szabályszerűség, amit azért az elmúlt 3-4 évben én azt gondolom, minden politikai szereplő megértett. Tehát, hogy azt tudják, hogy ez így működik. Azt, hogy erre fel tudnak-e csatlakozni, és tudnak-e ilyen módon, ilyen típusú kommunikációs tartalmakat előállítani, hát az több-kevesebb sikerrel történik. Ez elég diplomatikus megfogalmazás. Igen, ez pontosan így van, mert ugye egyébként mindkét oldalról lehetne jó, meg rossz példákat is felhozni. Ami biztos, hogy nem működik, és erre egyébként nagyon sok példát lehet látni, amikor valaki kiválasztja azt a platformot, ami az éppen aktuális népszerűség listákban vezet, kiválaszt egy éppen aktuális trendet, tehát olyan műfaji csomagolást szerkeszt az üzenete köré, ami éppen úgy gondolja a fiatalok körében. Tehát próbál trendi lenni, népszerű, menő lenni, igen, maza lenni magyarul? Beválaszt olyan kifejezéseket, és akkor azt összegyúrja egy masszává, azt gondolja, hogy csinált valami nagyon naprakész, nagyon aktuális kommunikációt, kilövi az online térbe, és 2 perc múlva már röhög rajta az E-generáció, és már mémesedik, de nem jó értelemben, hanem nagyon sok esetben negatív jelentéstartalmak rakódnak erre. De ez mondjuk mitől függ? Ez nagyon érdekes. Pontosan erre akartam kifutatni, mert hogy ezeket a kommunikáció üzeneteket, tartalmakat nagyon sokszor nem kortársak állítják elő. És hogy az generációs média kultúra... Na, de a Karácsony Gergely sem kortárs, ilyen értelemben. Ebben az értelemben igen, ő itt ráérzett valamire, tehát itt van egy olyan, nevezhetjük szerencsének, vagy egy jó pillanatnak, vagy a csillagok együttállásának, hogy ez jól ment át. De nem ez a tipikus egyébként, mert nagyon sokszor 40-es, akár 30-as kommunikációs szakemberek próbálnak ezzel a generációval úgy beszélni, hogy ő hozza létre az üzenetet, figyeli, hogy mit csinálnak, és próbál ahhoz alkalmazkodni. És ez a legkevesebb, vagy a legritkább esetben tud igazán autentikus és hiteles lenni, mert szinte mindig kilóg a lóláb. Tehát amikor én azt gondolom, hogy ez a poén a legtrendibb az E-generációs
politikusok között, ők valószínűleg már kettővel arrébb vannak, és már nevetségessé válik aztán. Tehát amikor mondjuk politikusok, nem tudom, TikTok videókat gyártanak, meg próbálnak humorosak lenni, meg nem tudom, a túróroditól kezdve bármi másról próbálnak viccesen, tényleg 20, ugyanúgy 20 másodpercben kommunikálni, akár így elérve, vagy próbálják elérni ezt, akár ezt a generációt, vagy még a fiatalabbakat, az arra esélysítsen? Vagy ez mitől függ? Van rá, de én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó vékony jég. Tehát, hogy ezen nagyon tehát könnyű elcsúszni, meg beszakadni, meg még könnyebb, és tényleg hát az elmúlt évekből ezekre látunk példákat. Ami szerintem egy nagyon jó megoldás, és egyébként ez professzionális médiaügynökségek a marketing szakmában is rendszeresen használják, hogy magába a kommunikáció tervezésbe bevonják a korosztálynak a szereplőit. Tehát létrehoznak egy olyan kontrollcsoportot, vagy egy olyan fókuszcsoportot, akikkel közösen gondolkodva, egymással megvitatva próbálják kialakítani ezeket az üzeneteket. Mert egyébként arról beszélünk, hogy ezt a generációt mindenki el akarja érni, tehát akár üzleti érdekek miatt, akár társadalmi, vagy kulturális, vagy politikai célokból, de mindenkinek érdeke az, hogy a fiatal nemzedéket megszólítsa, hiszen ők a jövő választópolgárai, ők a jövő fogyasztói. Lát esetleg Karácsony Gergelyen kívül bárki mást, aki mondjuk akár próbálkozik, vagy elérni? Hát vagy... próbálkozni mindenki próbálkozik. Abszolút mindenki próbálkozik, de tényleg azt gondolom, hogy ez szükségszerű is, mert hogyha ezeken a felületeken nem vagyunk jelen, ezekhez a műfajokhoz, tartalmi trendekhez nem próbálunk ide igazodni, akkor tényleg kizárt, hogy elérjük őket. Hogy kérdezek akkor még egyet a plakátokkal kapcsolatban, mert hogy a kampányidőszak volt, hát szerintem nem nagyon tudott senki, az égeneráció tagjai sem végigmenni ugye az utcán, hogy ne jött volna velük szembe rengeteg plakát, különböző politikusoknak, közéleti szereplőkek, fotói, képei. Nagy mennyiségben. Ez már nem is működik, vagy nem is veszik észre, vagy teljesen az online tervel kezdődtek? Én erre vonatkozóan nincs friss kutatási eredményem. Én arról tudok beszélni, hogy az generáció alig-alig tekint fel a telefonjából. Tehát számára egy köztéren kihelyezett statikus, óriás plakát, az olyan szinten nem üti meg már az inger küszöböt, hogy én azt gondolom, hogy pont erre a generációra ezek a felületek úgy igazából már nem hatnak. Azt is tudjuk egyébként, hogy az generáció körében a legtipikusabb a tudatos reklámkerülésnek a gyakorlata. Beszélünk egy reklámvakságról is. Ez azt jelenti, hogy ahogy említettük már a beszélgetés elején, ők tényleg abban a világban nőttek fel, ahol millió csatornán keresztül megállás nélkül reklám típusú, vagy akármilyen meggyőzés típusú kommunikációval bombázzák őket, ami szinte teljesen a radar alatt elmegy. Mert hát őket már ezzel nem lehet meggyőzni. Nem igaz, nem. Ahogy említettem, ami a kulcs, az alapvetően a digitális, az online kommunikáció, a kortárs vélemény vezér bevonása, és ami még egy fontos szempont, végül is körbe lőttük már ezt a témát, csak így nem tettük ki az asztalra, hogy a humor. Tehát amire borzasztóan nyitottak, és ami tényleg jól tud működni, az a fajta könnyed, humoros hangnem, ami egyrészt örömet is okoz, ugye ennek az ilyen típusú humoros üzenetnek még egy élvezeti értéke is van, tehát hogy ezen lehet viccelődni, ezt lehet esetleg továbbformálni, továbbküldeni, átadni a barátoknak, és amellett, hogy ez a tartalom egy pár másodperces, felhőtlen örömet is jelent, emellett egyébként olyan tartalmat is át tud adni, ami ennek a generációnak is fontos. De akár viccet is csinálhatnak mondjuk azokból a politikusokból, közéleti szereplőkből, akik, ahogy említett, ezt a vékony jégen mondjuk bebuknak, és ugye ebből kiröhögik, és nevetnek rajtuk. Persze. És egyébként az, hogy valaki egyszer sikeres, tehát hogy mondjuk összerak egy olyan kampányt, vagy egy olyan üzenettel sikerül átmenni, ami tényleg meggyőző, és amire rácsatlakoznak a fiatalok, hogyha egy pici hibát ejt, és abból egy jó tartalmat lehet csinálni, akkor azt meg fogják tenni. Tehát egy másodpercen el lehet. Pontosan így van. Tehát, hogy ezért is gondolom azt, erről sokszor beszélek, hogy egyébként a digitális térben való megjelenés, ott az arcunknak a felvállalása talán az egyik legkockázatosabb játék, amit a mai közösségi nyilvánosság terében tehetünk, mert mindenki amellett, hogy csinál fantasztikus dolgokat, meg jól néz ki, meg jó dolgokról beszél, mindig hibázunk, mindig vannak olyan apróságok, amikbe bele lehet kötni, és azok mind támadási felületek is lehetnek. A szöveg egyébként akár a TikTok videó, vagy bárhol máshol teljesen elvesztette ilyen értelemben a
jelentőségét? Tehát ha valamit kiírunk szövegesen, az mennyire megy át még? Vagy mekkora az a szöveg, ami egyáltalán? Hát inkább ez a kulcsa a dolognak. Ugye pont ezzel is kezdtük ezt a beszélgetést, hogy olvasnak, nem olvasnak. Ugye könyveket nem olvasnak, print médiát nem olvasnak, hosszabb szövegeket, itt most akár 4-5 bekezdéses szövegeket értek ez alatt, azt sem feltétlenül olvasnak, tehát a tömegre ez nem jellemző. Ami átmegy, az tényleg a néhány szavas, nagyon egyszerű üzenetek, amiket szinte nem is olvasok, hanem ránézek és látom. Tehát szinte, mint egy kép úgy pontos, működik. Tehát ez a képolvasás folyamata, ez abszolút működőképes. Ezeket a típusú üzeneteket preferálják, ilyenből rengeteget állítanak elő, és ilyenből rengeteget fogyasztanak is. De ehhez is hozzáfűzném azt, hogy nyilván azért ebben is van egy fejlődési folyamat. Tehát ezt látjuk egyébként a kutatási eredményekből, hogy azok a 10 vagy fiatal 20 évesek, akik még tipikusan ilyen rövid üzenetekben és nagyon egyszerű, tömör tartalmakban kommunikálnak, ahogy az érési folyamatban egy magasabb szintre érnek, ugye a 20-as éveik közepétől vagy 20-as éveik végétől kezdve, azért ők is ebből elengednek, és ők is kitermelnek egy olyan igényt, hogy komplexebb, összetettebb, mélyebb üzenetekkel is találkozzanak, és hát ez nyilván a befogadásnak is egy elmélyültebb folyamatát hozza magával. Még két témát akarnék behozni. Az egyik, hogy mennyire gyorsul ez a folyamat, és meddig gyorsulhat. Azért kérdezem, mert ugye ön is sokszor beszélt arról, hogy ez egyre rövidebb, tehát ahogy az ember visszanézi mondjuk akár 20-30 évhez képest, ugye egyre gyorsabb ez a folyamat, és tényleg már egy-két szóval kell kommunikálni tulajdonképpen, szóval, hogy mennyire tud ez még felgyorsulni, vagy van ennek valami határa? Csak azért kérdezem, mert tényleg az ember látja, hogy hogyan működik ez, hát az, hogy így tekerik ugye a telefont, igen. És tényleg nagyjából fél másodperc van, hogy eldönti, hogy azt most megnézi, pontosan. Nem nézi, és elképesztő gyorsasággal pörögnek az eset. Szóval meddig tud ez gyorsulni? Hát ugye ennek van egy biológiai határa, tehát ez a végtelen... Hát de már fél másodpercnél sokkal rövidebben nem lehet. Így van, én azt gondoltam, tehát még egy évvel ezelőtt is azt beszéltem, hogy szerintem a határán vagyunk annak, ami a tartalomsebességének a befogadhatósága, és akkor ehhez képest 2023 őszén megjelent egy új applikáció, többféle néven ismert, a lényege az, hogy megosztja az okostelefonunk vagy okos eszközünk képernyőjét, ezt split screening, tehát megosztott képernyős alkalmazásnak nevezik. Ez első körben nem is a Z, hanem az alfa generáció körében kezdett el terjedni, az alfa generációsok azok, akik 2010 után születtek. És ez tulajdonképpen arra ad lehetőséget ez az alkalmazás, hogy egy azon képernyőn párhuzamosan egymástól függetlenül nézzek két videót. Tehát egyszerre két információ pontosan, így van. Tehát lehet, akár ez is elképzelhető, hogy két TikTok feedet töltök be a két különböző képernyő felületre, és a figyelmem az mindig csak arra a képernyő szegmensre fókuszál, ahol adott pillanatban a legmagasabb az inger küszöb. És azt látjuk, hogy az alfa generációsok imádják ezt az alkalmazást, már most több órát töltenek el ezeknek a megtekintésével, meg ezeknek a használatával, és természetesen ennek a negatív hatásait is látjuk, mert ez törvényszerűen magával hozza azt, hogy a figyelem koncentráció az még alacsonyabb szintű lesz, a figyelem küszöb az viszont még magasabb, tehát a figyelemnek az elérése és a megtartása a jövő generáció esetében azt hiszem, hogy még nagyobb kihívás lehet. Ez viszont elvezet minket egyértelműen ahhoz a problémához, hogy lehet-e még átadni információt, értelmes információt ennyi időben, tehát hogy én azt gondolom, hogy... Én szkeptikus vagyok, tehát hogy én egyetemen is tanítok, én dolgozom a jelenlegi Z generációsokkal is, és abban a munkahelyi környezetben is tapasztaljuk azt, hogy az a mélységi tudás, amit mondjuk 15 vagy 20 éve egy hallgatónak át lehetett adni, az már most nem működik. Úgyhogy én ezt egyébként egy viszonylag aggasztó folyamatnak tartom, de hogy ne csak negatív trendekről beszéljünk, én azt hiszem, hogy az ellentrendek is megjelentek egyébként már az oktatás területén, tehát nyugat-európai országokban most már számos olyan helyen látunk törekvéseket, Hollandiától kezdve az Egyesült Királyságig, ahol korlátozzák például már az iskolában is az eszközöknek a használatát, sőt kitiltják az eszközöket az iskolából, és próbálják ezt a mély értő figyelmet gyakoroltatni a gyerekekkel. Hát elég nagy kihívás, szó se róla. Nagyon nagy kihívás. Igen, tényleg egy utolsó kérdés így a végére, hogy arról is sokat beszélt korábban más interjúiban, hogy ugye egyébként a fiataloknak amúgy is kevés a szórakozási lehetősége, tehát nem nagyon mozdulnak már ki.
akár az anyagi körülmények miatt is, de a mobil akkor még ott van természetesen ettől függetlenül. Ugye egyik a médiafüggőség kérdése, hogy ez mennyire hozza ezt el, akár más függőségekkel összehasonlítva. De nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy néztem most egy kutatást, az Egyensúly Intézetnek a kutatása, ami arról szól, hogy nagyon, nagyon sok úgymond szegény ember van, akinek elvileg az is nehézséget okoz, hogy mondjuk hónapról hónapra a megélhetését biztosítsa akár a családjának. Itt egészen megdöbbentő számok vannak. Itt azt írják, hogy 2,5-3 millió magyar ember, ha mondjuk a költségeket nézzük, akkor tulajdonképpen szegénynek tekinthető ma Magyarországnak, és hogy a lakosság jelentős részének egy 100 000 forintos váratlan kiadás is ugye már tulajdonképpen felborítaná az életét, meg a költségvetését. Na most ide kapcsolódik a kérdés, hogy akkor hogy van az, hogyha ilyen helyzetben van Magyarországon nagyon sok család, mégis a mobiltelefon ott van a gyerekek kezében, arra van pénz, arra van a... Tehát annak a költségeit nyilván ugyanúgy fedezni kell. Szóval hogy jön ez a kettő? Pontosan, erre egy már 10 évvel elvégzett kutatásunk rávilágított. Én a Pécsi Tudományegyetemen dolgozom, és azt ugye mindenki tudja, hogy a dél-baranyai régió az Magyarország egyik legelmaradottabb, gazdaságilag legproblémásabb régiója. Ezen a területen végeztünk média használattal kapcsolatos kutatást, és mi ugyanezt találtuk, tehát hogy gyakorlatilag az internet hozzáférés, az eszközök használata, akár egy televíziós csomagnak az előfizetése, az kivétel nélkül a legszegényebb családoknál is jelen van. És ennek pedig természetesen az az oka, én erről szintén sokszor szoktam beszélni, hogy az a kortárs társadalmi kulturális környezet, amiben élünk, azt nevezhetjük joggal médiakultúrának, médiatársadalomnak. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a média válik a társadalom, a kultúra, a közélet, a politika központi szervező erejévé, vagyis hogyha ennek nem vagyunk a tagjai, akkor a társadalomnak sem vagyunk tagjai, tehát ez alapvető létszükséglet is. De hát a kenyér, meg a tej, meg az is... Alapvető szükséglet, és ez akkor egy szintre került, és valamilyen szinten ez egy szintre került, illetve ami ezt még magyarázza, hogy ezeken a rendkívül hátrányos helyzetű problémás területeken valóban a szórakozásnak ez az egyetlen lehetséges módja, és a legtöbb család erre valahogy azt a néhány ezer forintot minden hónapban megpróbálja kigazdálkodni. Tényleg lecsatlakoznának a társadalomról, az aktuálisan zajló folyamatokról, hogyha ezeket a költéseket a családok nem tennék meg. Illetve ami még egy egészen döbbenetes tapasztalatunk volt, hogy olyan túlélési stratégiák is megjelennek ilyen környezetben, amiről mi előtte nem is tudtunk. Pillanatilag nem tudom, hogy ez az alkalmazás működőképes-e, akkor 6-8 évvel ezelőtt a Facebooknak volt egy olyan alapváltozata, ami internet hozzáférés nélkül is működőképes volt, tehát hogyha valakinek nem volt előfizetés, ezt például a roma fiatalok esetében láttuk, akkor is egy ilyen nagyon alapszolgáltatási szinten azért a Facebookot tudták használni. Nagyon sokszor mennek el azokra a közösségi helyekre, például a falvakban is lehet ilyen internetpontokat találni, ahol ingyenesen lehet a wifi hálózatra felcsatlakozni, tehát vannak olyan túlélési stratégiák ezekben a súlyosan deprivált közösségekben is, ahol mégis valahogy azért a kortárs médiakultúrával, médiatársadalommal sikerül kapcsolatba kerülni. A minap volt alkalmam beszélgetni Ritók Nórával, talán az ő neve itt sokak számára ismert, ugye az Igazgyöngy Alapítványnak a vezetője nagyon régóta foglalkozik szegénységgel és gyerekekkel, meg gyerekszegénységgel, és ő mesélt egy nagyon érdekes történetet, Berettyó Újfalu környékén történt, hogy egy anyuka a kisgyerekével ment. A következő jelenet zajlott le. A kezében volt az anyukának a mobiltelefon, azt nézte, miközben vitte a csecsemőjét magával, és ezeken a településeken elmaradott falvakban még úgymond csócsálják az ételt. Nem tudom, hogy ez mond-e így valamit. Én rákérdeztem, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy mivel nincs még, nem tudják pürisíteni az ételt, ezért előrágja az anyuka a gyerek számára az ételt. És ezt a jelenetet látta, hogy egyik oldalon csúcsálta az ételt, a másik oldalon pedig nézte a mobiltelefon. És itt megállt a tudomány, és próbáltuk megmagyarázni ezt a jelenséget, vagy ezt a helyzetet, hogy egyrészt ennyire elmaradott helyzetek adódnak, ennyire szegény körülmények között élnek emberek, de a mobiltelefon ott volt az anyuka kezében, és közben nézte a
akármit. És szóval nekem erre ez a magyarázatom, ez hogy ez tulajdonképpen a létszükségletnek az egyik elemévé vált, akár az információhoz való hozzáférés, akár a tájékozódás, akár hivatalos ügyek intézése szempontjából is ezek nagyon lényeges eszközök. De hozzáteszem egyébként, hogy egyébként jellemzően ezekben a típusú hátrányos helyzetű közegekben a funkcionális felhasználás a legritkább. Nagyrészt céltalan időtöltésre és szórakozásra használják, és a saját javukra fordítani sajnos kevesen tudják, mert ehhez viszont az a fajta digitális írás és olvasás tudás lenne a kulcs, amivel sajnos pont a legszerencsétlenebb rétegek nem igazán rendelkeznek. Hát ez a vészú, nagyon szépen köszönöm. Szerintem izgalmasan körbejártuk ezt a témát. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt már a Pulzs, de természetesen a jövő héten is várom vissza Önöket. Viszontlátásra! Németh Péter vagyok. Bánó András vagyok. Bogyarák Anikó vagyok. Bolgár György vagyok. Gulyás Balázs vagyok. Lampi Ágnes vagyok. Az a kérésem, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Ha tetszettek a videóink, akkor lájkolják és osszák meg ezeket. Várjuk véleményeiket, hozzászólásaikat a videó alatt. Kérem, támogassák a Klik TV-t. Ezt megtehetik itt a YouTube-on szuper köszönet formájában, vagy a leírásban található linken keresztül. Nagyon szépen köszönjük az eddigi figyelmüket, és tartsanak velünk továbbra is!